Nagy figyelemmel járták végig a régi parókia épületében megnyílt fotókiállítást a jászfényszarújak. A Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság és a Római Katolikus Egyházközség közös szervezésében létrehozott tárlaton meg annyi életképről köszönnek vissza a városban élő családok és működő helyi közösségek megörökítésre érdemes éles napjai. A szervezők egy évvel ezelőtt kérték a helybélieket, hogy juttassák el hozzájuk azokat a régi családi fotókat, amelyeken korabeli házasságkötések láthatók. Olyan sok archív kép érkezett, hogy immár a harmadik különböző tematikájú tárlatot válogathatták össze a képanyagból. Nem hittük volna egy évvel ezelőtt, hogy további három kiállításunk is összejön, sőt, már látjuk a folytatást, hiszen annyi szerteágazó területről kaptunk, annyi tematikát mellé lehet rendelni, hogy ezt most nem tudjuk már abba hagyni, folytatni kell. Folyamatosan változott a bemutatók tematikája. A kezdetekben a házasságról, az esküvőről volt szó. A második kiállítást őszre tevődött, ott már a lakodalmas szokásokkal, a receptekkel, egyébbel is bővült a kiállítási anyagunk. Nagyon sok szép készülődésképet, bőfélyverseket kaptunk. A jelen kiállítás már az egész életet felöleli. Tehát valóban egy olyan íve van, amely a bölcsőtől a sírig, és hát mögötte ott van a körforgás jelen, is egy kis lámpa, ami alatt egy kis babakocsi van egy kicsi lányjal, hogy ennek az ívnek folytatása van. A születéshez, gyermekkorhoz, a felnőtté válás időszakához, a katonasághoz, az egyházi ünnepekhez és a civil közösségekhez, színjátszókhoz is kapcsolódnak a most bemutatott képek. Ez alkalommal 115 fotó került a falakra, a vitrinekbe. A legrégebbi fotók a kis Dávid családjából származnak, a kis A család családi fotója, amelyet látunk is most a felvételen, illetve egy másik szintén 1800-as évek végén, 1910-es évek elejéről származik néhány házassági fotó. Nem tettünk ki mindet, itt most csak valóban egy pillanatképet látunk, egy pillanatnyi állapotot. A február 17-én délután megnyílt kiállítás dr. Farkas Kristóf Vince történész ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Valóban egy nagyon különleges kortörténeti anyagok kerültek ide kiállítva, 115 darab kép, ezt nem győzem hangsúlyozni. A legrégebbi 1889-ből származik, tehát Jászfényszarú történetének is egyik legrégebbi dokumentált fényképe, és a legfiatalabb az 1991-es. Tehát így élünk el gyakorlatilag a régmúltból a napjainkig. A kiállítást a régi parókia épületében, a szervezőkkel előre egyeztetett időpontban március 28-áig tekinthetik meg az érdeklődők.